Tamás mindig is furcsa kolléga volt számomra. Nyers humorával, viselkedésével nehéz volt az ő anyával gondolkodni. Tény, hogy abban az időben még nem igazán ismertem, hiszen néhány hónapja dolgoztunk együtt csupán. Közös szolgálataink során inkább a humort terítette elém, melyel talán másik énjét leplezte. Egy ideig kellően tudta palástolni másik énjét. Énjét, amely a sivár sivatagra emlékeztet, aminek a felszínén csupán a forró homok van, amit szemünkbe fúj a szél. Homokszemek, amik orrunkba, fülükbe jutnak, másod lennénk inkább. Sokszor én is így voltam vele. Másút lenni, mint sem az ő társaságában. Aztán egy szolgálat előtt az öltözőben az egyik szekrényben kotorva konzerveket vett elő és tett a táskájába. Abba a táskába, amit a szolgálat során magával hordott. Furcsálta, miért tette vele. Aztán a nap folyamán egy általa jól ismert hajléktalanhoz keveredtünk el, akinek odaadta a konzerveket. Miután átadta, még pár szál cigarettával is megkínálta. A szolgálati autó felé gyalogolva elmesélte, hogy sajnálja az idős hajléktalant, akit még keserves élete előttről ismer, amikor még háza, családja, élete volt. Amint a kocsiba visszaültünk, megváltozott minden kettőnk között. Ő ezt a mai napig nem tudja. De onnantól kezdve már nem sivatagnak éreztem a társaságát. Nyers fajankó modora továbbra is megmaradt. De én tudtam, mi van a homokvihar alatt. Egy őserdő, mely zöldjével ételt, italt ad lakóinak. Számomra a világ legszebb dolga az, ha önzetlenül adsz valakinek. Tamás akkor a világ legszebb filmjét vetítette le előttem, amiben őserdő lesz a sivatagból. Thank you.